Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Várják a veszélyes fák bejelentését, e-mail címet hoztak létre a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai. Kitüntetést kapott a szekszárdi tűzoltó, a földrengés sújtotta Törökországban állt helyt Visnyei Ador Jánzsolt. Adóbevallás, március 15-től tekinthető meg a tervezet az ESIA oldalon. 8 év bujkálás után fogták el, közel 500 áldozatot vert át a csaló asszony. Már dolgoznak a szakemberek a veszélyes szekszárdi fák fiatalító visszavágásán, és ott, ahol menthetetlen a növényzet, az eltávolításon. A cél, hogy március végéig a város egész területén elvégezzék ezt a munkát. Emellett a helyiek is tehetnek bejelentést, ha veszélyes fákkal találkoznak. Veszélyes betegfákat vágtak ki a szakemberek a szekszárdi Prométheusz Parknál pénteken délelőtt. Összesen 41 ilyen beavatkozás van tervben, március 31-ig a Tolnai Vármegye székhelyen. A munkások itt a Zöldváros projekt építési területeit készítik elő. Nem csak itt mérik fel viszont a növényzet állapotát, a hivatal dolgozói az egész várost átnézik, hogy ne fordulhasson elő ismét olyan, mint a 2 héttel ezelőtti szélvihar esetén, amikor köz- és magánterületen levő hatalmas fák is kidőltek, veszélyeztetve a személy- és vagyonbiztonságot. Egyértelmű, hogy a Szekszárd város területén veszélyes fák vannak, ezek a fák túlnőtek. Túlnőtek azon, hogy esetleg a gyökerük előregedett, vagy túl nagy a koronájuk, van rajtuk, elszáradták, ezeket le kellene vágni róluk. Tehát volt egy ilyen ifjító gajazás több tíz évvel ezelőtt kezdődött Szekszárdvárosban, ami azt jelentette, hogy a vastag törzsek megmaradtak, a nagy lombkoronát levágták, és ettől kezdve a fa föléledett és újrahajtott. Most a szakemberek ugyanezt tervezik a még megmenthető növényekkel, csak akkor vágják ki azokat, ha már komoly baj van velük. De a helyiek is jelezhetik, ha közterületen, a saját vagy a szomszédjuk udvarán olyan fát látnak, ami ki is dőlhet. Az ilyen e-maileket a hivatal munkatársai a veszélyesfakukac@szekszárd.hu címre várják. És hogyha valaki a veszélyesfakukac@szekszárd.hu e-mail címre bejelent egy veszélyes fát, azt kérnénk, hogy mindenképpen hagyjon meg egy telefonos vagy bármilyen elérhetőséget, amin később, hogyha a kollégáknak pontosítani kell esetleg a helyszínt, vagy azon a helyen esetleg több fa van, nem egyértelmű, hogy melyik fáról van szó, akkor mindenképpen föl tudják vele venni a kapcsolatot. Emellett a megadott e-mail címre egy fotót és a helyszín pontos megnevezését kérik küldeni a hivatal munkatársai. Az Európai Bizottság újabb 10. szankciós csomagjának bemutatásával ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel semmilyen segítséget nem nyújt az infláció elleni küzdelemben, közölte csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy az Európai Uniós tagállamok már meg is kezdték az Oroszországgal szembeni újabb büntető intézkedésekre vonatkozó javaslat tárgyalását szerdán. Több tagország is szorgalmazta az Oroszországgal folytatott nukleáris együttműködés szigorú korlátozását, és többen felvetették a barátság kőolaj vezetéken való szállítás ellehetetlenítését vagy korlátozását. Hogyha a barátság kőolaj vezetéket elzárnák, vagy hogyha nukleáris szankciókat léptetnének életbe, akkor azzal bizony ismételten a magyar emberekkel fizettetnék meg ennek a háborúnak az árát. Mi a viták során természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jöjjön kőolaj a barátság kőolaj vezetéken, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a paksi atomerőmű működhessen. A földrengés sújtotta Törökországban állt helyt Visnyei Ador Jánzsolt. A Hunor mentőszervezet tagjai, köztük a szekszárdi lánglovag február 6-a és 12-e között Antakiában 17 túlélőt, köztük 3 gyermeket mentettek ki az összedőlt épületek romjai alól. A címzetes tűzoltó főtörzsőrmester országgyűlési képviselői elismerésben részesült önzetlen és önfeláldozó munkájáért.
Február 6-án az elmúlt évek egyik legnagyobb természeti katasztrófája 7,8-as erősségű földrengés sújtotta Törökországot és Szíriát, amit aztán utórengések is követtek. A halálos áldozatok száma már a 41 ezret is meghaladta. Visnyei Adorján Zsolt, szekszárdi címzetes tűzoltó főtörzsőrmester február 6-a és 12-e között a Hunor mentőszervezet tagjaként végzett a nap 24 órájában a megfeszített kutatómentő munkát a közel 380 ezer lélekszámú Antakya városban. Van egy felderítő csapat, amely kiment a helyszínre, ugye leosztották szektorokra az épületet, amelyiket mi kaptunk, és akkor a kutyás felderítés alapján akkor ugye elmondták a felderítésnél, hogy mit hozunk, milyen szerszámokat, milyen felszereléseket, és akkor utána elkezdődött a beavatkozás teljes mértékben akkor ugye kézi munkával, ugye különböző feszítővágó eszközökkel, orfűrész, flex, ronkutató kamera, száloptikás kamera, hangdetektor. Az 50 tagú szervezet 17 túlélőt, köztük 3 gyermeket mentett meg, és 29 holttestet emelt ki a romok alól. A Tolna vármegyei tűzoltó a törökországi földrengés áldozatainak mentésében végzett önzetlen és önfeláldozó munkájáért országgyűlési képviselői elismerésben részesült. Hálával tartozunk önnek, hogy hazánkat és Szekszárd városát méltón képviselve részt vett a katasztrófa okozta károk enyhítésében, embertársaink megmentésében. A lánglovag egyébként 2014-től tagja a Hunor mentőszervezetnek, hozzátette, nagy megtiszteltetés számára az elismerés. Igazándiból ez a csapatnak a teljesítménye egyéniben, mert ezt egyénileg nem lehet csinálni, csak csapatban. És köszönöm a csapatnak, hogy benne lehetek. Visnyei Adorján Zsolt 24 éve tűzoltó a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság állományába, különleges szerkezelő beosztásba 2022. szeptember 1-én került. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet hiány listáján jelenleg nagyjából 1500 készítmény szerepel, és több mint 400 az elmúlt évben került fel rá. Ezek között számos vény nélkül kapható gyógyszer szerepel, például a megfázásos és influenza-szerű tüneteket enyhítő ibuprofen vagy paracetamol tartalmú szer, amelyeket télen a megfázások idején hiányozhatnak a betegeknek. Minden készítménynek van azonos hatóanyagú helyettesítője, így a pácienseknek nem kell aggódniuk a gyógyszereik miatt. A patikák folyamatosan jelzik, hogy miből van hiány. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai február 20-a és 24-e között a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. A hatóság munkatársaira többek között Szekszárdon, Bonyhádon és Tamásiban kell számítani. Egy hónap múlva, március 15-től KAÜ azonosítóval már megnézhetjük a 2022-es esztendőre vonatkozó, a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet. Aki továbbra is ragaszkodik a hagyományos megoldáshoz, annak idén is lesz lehetősége kérni az adóhatóságtól a tervezetének postázását. Az adóbevallási és befizetési határidő egységesen mindenki számára május 22-e. Idén is külön kérés nélkül elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A folyamat tehát automatikus, ami annyit jelent, hogy nincs szükség külön igénylésre, és a kedvezményekre jogosító igazolásokat sem kell beküldeni a hatósághoz. A személyi jövedelemadó bevallási tervezet a tavalyi jövedelmekről szóló kimutatás, amit az adóhivatal a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatok alapján állít össze, kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, figyelembe veszi az évközben levont adóelőleget, illetve az évközben igénybe vett kedvezményeket. Ha valakinek van ügyfélkapuja vagy más KAÜ azonosítója, akkor március 15-től tudja megnézni a tervezetet a NAV honlapján az ESZIA oldalon. Akiknek viszont nincs ügyfélkapujuk, ők online módon az elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy pedig a NAV ügyfélszolgálatain, illetve a kormányablakokban tudnak pár perc alatt regisztrálni. Emellett a tervezet postázását is kérhetik az adóhivataltól március 16-áig. Erre többféle lehetőség is van. SMS-ben a 0633 44 4304-es telefonszámon fontos az SMS felépítése,
Nagybetűkkel SZIA, szóköz, adóazonosítójel szóköz és a születési dátum év hónap nappontok nélkül. Aztán lehet még kérni a tervezett postázását a NAV honlapján elérhető webbűrlapon, az úgynevezett BEF-terv formanyomtatványon, levélben. Ez fontos, hogy a levelet ne az igazgatóság központi e-mail címére küldjék, hanem postázzák el. És lehet még kérni a tervezett postázását telefonon a 1819-es telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon. A tervezetet az adóhivatal május 2-áig postázza ki az igénylőknek. Fontos még, hogy az SZIA bevallási befizetési határideje egységesen mindenki számára május 22-e. Ha valakinek volt olyan jövedelme tavaly, amiről a NAV-nak nincs tudomása, ilyen például egy ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, vagy van olyan kedvezményt, amit igénybe vehetne, de évközben ugye nem érvényesített havonta, és most szeretné a bevallásban egy összegben érvényesíteni, akkor neki majd ezzel kell kiegészíteni a tervezetet, illetve módosítani, vagy pedig egy önálló 22 SZIA bevallást kitölteni és beküldeni az adóhivatalhoz. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, papíron és online egyaránt. A lényeg, hogy az előbbiről szóló nyilatkozat legkésőbb május 22-ig megérkezzen a NAV-hoz. 10. alkalommal hirdeti meg alkotói pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. 2023-ban a Füstérzékelő életet menthet címmel várják az iskolások munkáit, amelyeken keresztül megmutatják, hogy miként menthet életet a készülék. A diákok 3 korcsoportban indulhatnak, szabad kézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de akár filmet is forgathatnak. A pályaműveket 2023. április 21-ig lehet beküldeni postán vagy e-mailen, előzetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és a kategória megjelölésével. A fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok várják a jelentkezőket. A háború kitörése után Ukrajnába érkezett külföldi állampolgárok csak akkor mehetnek át az ukrán-magyar határon, ha érvényes okmányokkal rendelkeznek a schengeni övezetbe való belépéshez, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken. Rétvári Bence közölte, a február 3-ától érvényes új eljárás rendel Magyarország a lengyel és a szlovák gyakorlatot követi, ugyanis egyértelműen látszott, hogy jelentősen megnőtt azoknak a harmadik országbeli állampolgároknak a száma, akik a háború kitörése után érkeztek Ukrajnába, de úgy állították be magukat, mint akik a konfliktus elől menekülnek, és így próbáltak bejutni az Európai Unió területére. Összesen 1.061.765 ember kelt át a háború elől menekülve Ukrajnából Magyarországra, a zöld határon pedig egy év alatt 1.723 embert fogtak el, akik közül 1.691 ukrán állampolgár volt. 8 év bujkálás után fogtak el egy pécsi csalónőt Angliában. Most a paksi nyomozók vizsgálják az ügyét. A gyanú szerint közel 500 áldozatot vert át az interneten keresztül. Egy nagy dorogi férfi jelentette fel a csalót. Kiderült, hogy az interneten ismerkedtek meg. Azt ígérte neki, hogy külföldi hitelhez segíti. Ehhez viszont közel 100.000 forintot kért. Az áldozat utalta a pénzt, majd a hitegető asszony eltűnt. Az ügy a paksi rendőrökhöz került, ők kezdtek nyomozni. A csaló viszont még az első kihallgatás előtt külföldre szökött, azóta 8 év telt el. Az eljárás során kiderült az is, hogy a nagydorogi férfin kívül még másik 43 szemét csapott be az asszony különböző hiteligéretekkel. Ezzel összesen több mint 9 millió forint kárt okozott a sértetteknek. Az asszonyt végül Angliában találták meg, és a napokban szállították Magyarországra. Az elfogást és a hazaszállítást követően ismét a paksi egyenruhások vették át az ügyet, és ezúttal már ki is hallgatták az 51 éves nőt. A nőt a paksi rendőrök kihallgatták, majd őrizetbe vették, és fogvatartása mellett folytatják tovább a büntető eljárást. A 44 embert mintegy 9 millió forinttal megkárosító csaló tehát már biztosan nem tud ismét megszökni. Az első tárgyalásig ugyanis börtönben marad. 9.604.000 volt Magyarország lakossága, és 4.593.000 lakás volt az országban a legutóbbi népszámlálás kezdetekor 2022. október 1-én, közölte a népszámlálás projekt vezetője. Kovács Marcella a népszámlálás lezárulta után 80 nappal tartott első adatismertetésen elmondta,
Október 1-én 4.613.000 férfi, 4.491.000 nő és 1.407.000 gyerek élt az országban. Az aktív korúak 15 és 64 év közöttiek száma 6.201.000, az időskorúaké, azaz 65 év felettieké pedig 1.995.000 volt. A legutóbbi 2011-es és a 2022-es népszámlálás között a természetes fogyás miatt 464.000-rel csökkent a lakosság száma, amit mérsékelt a 131.000-es, többségében a környező országokból érkező bevándorlási többlet. A népesség száma tehát 11 év alatt 333.000-rel csökkent, tette hozzá a projektvezető. A regionális híreink következnek. 6 nap, 6 helyszín, több mint 140 ingyenes program, elkezdődött a mohácsi busójárás. A társadalmi felzárkózás politika területi kiterjesztése Roma Fórumot tartottak Sejjén. Pécsi kesztyű a Super Bowl-on, nem először viselt Rihanna Karma terméket. Hat nap, hat helyszín, több mint 140 ingyenes program. Így néz ki számokban az idei mohácsi busójárás. A tél temető népszokás február 16-án kezdődött. A szervezők mintegy 100.000 látogatóra számítanak. Felvonulás, gyermekprogramok, maszkfaragás és még számos programelem közül válogathatnak az érdeklődők. A mohácsi óvodások műsorával vette kezdetét az idei busójárás. Már a téltemető népszokás első napján is sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre. Ezúttal is 6 napon át várják az érdeklődőket a szervezők 6 helyszínen több mint 140 ingyenes programmal. 70 busócsoportnak 2200 tagja öltözik idén, úgyhogy egy igazán színes felvonulást láthatnak majd vasárnap és kedden az érdeklődők, akik eljönnek, de nem csak ezen a két napon, hanem a 6 nap minden napján vannak különböző programok. Idén nagy hangsúlyt fektettünk a gyermek előadásokra is, így a Mohácsi Kossuth Teátrum művelődési házban, a Deák téren különböző gyermek előadások lesznek szombat és vasárnap, valamint kézműves sarok, állarc készítés, arcfestés is várja a gyermekeket, legkisebbeket, valamint körhinta is ki van rakva, illetve az óriás kerék is ott található a művelődési ház előtt. Emellett újdonság, hogy hétfő kivételével minden este 19 órától a Mohácsi piac téren fedett helyszínen táncház várja a látogatókat. A hajnalig tartó mulatság keretén belül tambura zenekarok szolgáltatják majd a talpalávalót. A megnyitó ünnepségen elhangzott, hogy a busójárás immár 16 éve az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listáján szerepel. Én azt gondolom, hogy a méltók leszünk ismét a 2009-ben elért és megszerzett UNESCO örökségi díjhoz, és ezt a hagyományt, ezt a továbbiakban is örökíteni fogjuk. 70 busócsoportunk van most már, és számomra is nagyon fontos az, hogy egyre több fiatal vesz részt a felvonuláson, egyre több fiatal vesz részt a mohácsi farsangon is, öregbíti és viszi a világhírünket mindenfelé. Minden évben egyre többen látogatnak el a téltemető hagyomány programjaira. Az időjárás előrejelzés szerint kellemes tavaszi idő várható a hétvégére, így rengeteg érdeklődőre számítanak a szervezők. Várhatóan mintegy 100.000-en vesznek részt a hatnapos farsangi programsorozaton. A társadalmi felzárkózás politika területi kiterjesztése, ezt szolgálja a Roma Platform elnevezésű kezdeményezés. Ebben a témában tartottak fórumot Sejjén. Az eddigi eredményekről, meglévő programokról és a jövőre vonatkozó tervekről tartottak beszámolót a résztvevők. A Magyar Nemzeti Roma Platform megerősítése. Ezzel a címmel indult el egy országos program, melynek célja a szegénység felszámolása és a cigányság felemelése. Immár második alkalommal tartottak Sejjén fórumot, ahol a felzárkózást segítő programokról beszéltek a résztvevők. A Baranya vármegyei önkormányzat elnöke köszöntőjében elmondta, hogy az orosz-ukrán háború és a szankciók alapjaiban változtatták meg az életünket.
Éppen ezért a következő években ki kell gondolnunk, hogy milyen stratégia mentén tudunk tovább haladni, hogy azokat az eredményeket, amelyeket közösen elértünk magyarok és romák, azokat sikerüljön megtartani. Nyugodtan mondhatom azt, hogy ha következő évekre tervezünk, akkor biztosan szükség lesz a közoktatás, illetve a szakképzési rendszernek a további alakítására annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, nehéz helyzetű fiatalok, jelentős számban roma fiatalok ne morzsolódjanak le, tudjanak szakmát szerezni. Az Ormánságban kiemelten fontos egy ilyen rendezvény, hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője. Nagy Csaba kiemelte, hogy ebben a régióban nagy számban élnek hátrányos, sőt halmozottan hátrányos helyzetű lakosok. A soron lévő uniós támogatási rendszerben arra számítunk, hogy végre a jogosítását megkapja Magyarország, és az EFOP programon keresztül olyan felzárkóztatási programok indulhatnak majd el, amik a mindennapjainkat alapvetően befolyásolni fogják. Erről kapunk most egy tájékoztatást, illetve a magyar kormány által elindított felzárkózási programokra fogunk ma beszélgetni. Már több mint 6 éve zajlik egyébként a romák felzárkóztatását segítő program, emlékeztetett a területért felelős helyettes államtitkár. Radomszky Lászlóné ismertette, hogy több mint 4000 szakemberrel és 1500 szervezettel találkoztak ezen idő alatt a döntéshozók. 10 év alatt egyébként közel felére csökkent a nehéz helyzetben élők száma, köszönhetően annak, hogy visszatértek a munka világába, a fiatalok pedig tovább tanulnak. Az ilyen fórumnak több célja is van, így a tájékoztatás és a konzultáció is. Nagyon fontos egy harmadik blokk, amiről beszélnem kell önöknek, a jó gyakorlat bemutatása. Évek alatt számos civil szervezet, önkormányzat bemutatta, hogy a társadalmi felzárkózás területén milyen jó gyakorlatok léteznek, hogy a kormány milyen jó gyakorlatokat támogattak. A kollégám már itt mondta, és tudjuk, hogy itt a sejeljárásban milyen sok társadalmi felzárkózási intézmény struktúra kialakult, amire végtelenül büszkék vagyunk. A sejei járásban egyébként olyan projektek segítik a cigányságot, mint a Gyerek Esélyprogram, ahol a kicsiket táboroztatják, délutáni foglalkozásokat rendeznek nekik. De a városban megvalósult fejlesztések is ezt a célt szolgálják. Ilyen a bölcsöde, az óvoda és az iskola felújítása, a sportcsarnok és az edzőterem kialakítása, vagy éppen a játszótér és a felnőtt fitness park építése, melyek mind az elmúlt években valósultak meg. Katy Perry, Madonna, Christina Aguilera és sorolhatnánk azokat a hírességeket, akik akkor ma pécsi kesztyű egy-egy termékét viselték már. Legutóbb a Super Bowl híres félidei showjára Rihanna számára is a cég egy tűzpiros puha báránybőr kesztyűjére esett a választás. Ezt a fellépést már 120 millióan tekintették meg. Stábunk a pécsi cégnél járt. Minden idők második legnézettebb Super Bowl halftime showján Rihanna a karma pécsi kesztyű egy puha báránybőr darabját viselte, de mint megtudtuk, nem először volt a kezén pécsi termék, hiszen a Wakanda Forever film premierjén is egy itt gyártott kesztyűben jelent meg. A cég tevékenysége 90%-ban a nemzetközi piacra koncentrál, ahol neves divatmárkák számára készít, kézzel készült bőrkesztyűket. Az Egyesült Államokban élő nemzetközi partner összeköttetései révén kezdődött a kapcsolat a hírességekkel, akik sztájlisztjai az aktuális szethez választják ki a színskálából a megfelelőt. Így volt ez Rihanna esetében is. Ez a piros szín volt az tulajdonképpen, hát ugye ez a kesztyű egy teljesen másik darab, de ez a piros szín volt az, ami kiválasztásra került. Egy pár kesztyű nagyjából 7-8 óra alatt megy át végig a termelésen, a legelejétől a legvégéig. Ebben nem volt egyébként semmi nagyon különleges dolog, tehát azért látszik a képeken, ahogy a kesztyű az tulajdonképpen tényleg csak egy kiegészítő, ráadásul hozzá is varták a kabáthoz, és a kabát részeként került bemutatásra. Rihannán kívül Katy Perry, Madonna, Christina Aguilera, valamint a The Drive című filmben Ryan Gosling is viselt már pécsi kesztyű. Például a Madonnának és a Katy Perrynek is olyan kesztyű készült, ami koncertsorozathoz, tehát ami a nagy showban benne volt, és utána elindulnak egy földkörüli turnéra, akkor az a set az mindenhol ott van, és akkor olyankor például biztos, hogy többet rendelnek belőle, de van olyan, aki kidobja a közönségnek a kesztyét, és akkor azt mindig pótolni kell, tehát van olyan, aki folyamatosan, van Madonna
nagyon sok kesztyűt hordott a magánéletében is, tehát vagy a civil életében is, nem csak a színpadon, de hát ő aztán szerintem a világ összes gyártójának a kesztyűjét hordta már. A baranyai település méltán híres kesztyűgyártásáról, és a Karma Pécsi kesztyű mind a mellett, hogy őrzi a tradicionális értékeket, igyekszik új, innovatív technikai megoldásokkal az átlagostól eltérő és a kor kihívásainak megfelelő termékeket is készíteni. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Várják a veszélyes fák bejelentését, e-mail címet hoztak létre a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai. Kitüntetést kapott a szekszárdi tűzoltó, a földrengés sújtotta Törökországban állt helyt Visnyei Adór Jánzsolt. Adóbevallás, március 15-től tekinthető meg a tervezet az ESIA oldalon. 8 év bujkálás után fogták el, közel 500 áldozatot vert át a csaló asszony. Szombaton délelőtt még borongós idő ígérkezik, délután változó, szakadozott felhőzet mellett előbújhat a nap is. Eső néhol előfordulhat, kifejezetten enyhe időben lehet részünk országszerte. Vasárnap egy újabb ciklon meleg, majd hideg frontja érheti el hazánkat. Szeles, erősen felhős, kisebb esőkkel tarkított időre van kilátás. Hétfőre csökken a hőmérséklet, naposabbra fordulhat az idő, azonban néhol kialakulhatnak kisebb záporok. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!